15 millió forintból bővítenek, 200 új parkolóhelyet hoznak létre Kertvárosban. 1800 baranyai diák vett részt a Zrínyi Ilona matematika versenyen. Hosszabb a nagybőjt a görög katolikusoknál, különböznek a nagyheti szertartások a római katolikusoktól. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják március 13-án kedden, tartsanak velünk! Kétszáz új parkolóhelyen lesz több nyár közepére Kertvárosban. A beruházást a Biokon végzi saját forrásból közel 15 millió forint értékben. A tervezésnél ügyeltek arra, hogy minél kevesebb összegből minél több parkolóhelyet hozzanak létre. A burkolatot egyengetik éppen a Biokon munkatársai a Kamilla és a Gyöngyös utca találkozásánál épülő új parkolónál. Kertvárosban a városrész megépítése óta nem bővítették a megállóhelyek számát. Szerintem szükséges, mert nagyon sok az autó, és össze-vissza parkolnak. Az ott élők régi igénye a parkolóhelyek bővítése, mondja Csizi Péter országgyűlési képviselő, aki arról is beszélt, hogy a Kertváros konzultációt figyelembe véve alakítják majd ki az új megállóhelyeket. Megkerestük azokat a korábbi közösségi tereket, amiket már nem használnak, és ezen közösségi helyeknél néztük meg, hogy hogyan lehet útkapcsolatot a leggyorsabban és legegyszerűbben kialakítani. Ennek eredményeként idén 200 új parkolóhelyet építenek 11 helyszínen. Ezek közül háromnak a kialakítása már meg is kezdődött, és a reményeink szerint a hét második felében már birtokba is tudják venni az itt lakók. A beruházásokat a Biokom saját forrásból finanszírozza közel 15 millió forint értékben, és a tervek szerint a nyár közepére készülnek el az összes helyszínen. Ide már csak nem 5 millió embernek készít a Nemzeti Adó és Vámhivatal külön kérés nélkül személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. Akik rendelkeznek ügyfélkapuval, már egy hete hozzáférhetnek a tervezetekhez. Akinek nincs ilyen, március 19-éig kérheti a tervezet postázását. Eddig csak nem 500 000 éltek ezzel a lehetőséggel, a legtöbben SMS-eztek. Március 19-e után a tervezet már csak személyesen kérhető a NAV ügyfélszolgálatain, vagy ügyfélkaponyítás után bármikor hozzáférhető elektronikusan is. Összesen 34 ezer tanuló jelentkezett idén a Zrínyi Ilona matematika versenyre. Baranyában 1800 diák írta meg az első fordulót. A 154 legjobb eredményt elért tanulót hívták meg az eredményhirdetésre az Árpád-Fejedelem gimnázium és általános iskolába. 16 diák jutott a március végi kecskeméti országos döntőbe. A pécsi Árpád-Fejedelem gimnázium és általános iskolában tartották a 29. országos Zrínyi Ilona matematika verseny Baranya megyei eredményhirdetését. A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése, melynek területi és országos fordulója van. Baranya megyében a verseny lebonyolítását az Árpád-Fejedelem gimnázium és általános iskola vállalta a kezdetektől, vagyis az 1992-93-as tanévtől. Mindig fontosak a versenyek, mert a gyerekeknek egy megmérettetési lehetőséget adnak arra, hogy bizonyítsák, hogy ők milyen jól felkészültek, és ezt a versenyt én még egyébként és sok kollégám hozzám hasonlóan azért tartjuk fontosnak, mert a logikus gondolkodást méri, és nyilván az erre való felkészülés az a logikus gondolkodást fejleszti, amire nagyon nagy szükség van. Az összeállított feladatsorokkal elsősorban a 2-től 12. osztályos tanulók logikus gondolkodását kívánják mérni. A versenyt teszt formájában bonyolítják le, kódlapon kell bejelölni a helyes megoldást. Másodiktól negyedik osztályos tanulóknak a 25 feladatra 60 perc, az 5.-6. osztályosoknak 25 feladatra 75 perc, és a 7.-től 12. osztályos tanulóknak 30 feladatra 90 perc áll a rendelkezésükre. A versenyen semmilyen segédeszköz nem használható. Ez egy egész országra kiterjedő, sőt határainkon túlívelő verseny.
64 ezer versenyző indult most ezen az első fordulón. A megyénként megírják a gyerekek az első fordulónak a feladatsorát, és minden megyében van egy eredményhirdetés. Ide minden évfolyamból 2-től 12. évfolyam még a legeredményesebb 15 versenyzőt hívják be, és innen jutnak tovább. Hát létszám arányosan is, de a legjobb, illetve az első kettő legjobb évfolyamonként az országos döntőre. A résztvevők közül sok volt határon túli, azaz felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és vajdasági magyar diák. Baranya megyében 8 város 14 iskolájában zajlott a megyei forduló 1749 résztvevővel. Ez a 14 iskola biztosította a verseny lebonyolításához a feltételeket. Közülük a legeredményesebb 154 diákot jutalmazták az eredményhirdetésen. Én azért szeretem, mert gyakorlatilag minden természettudománynak ez is az alapja, illetve szeretem a fizikát, a kémiát, és ezeket teljesen kiegészíti, illetve jó alapot biztosít a reáltárgyakhoz. A 154 tanuló legtöbbje az egyéni versenyben ért el kimagasló eredményt, de vannak köztük olyan diákok, akik az egyéni versenyben ugyan nem kerültek évfolyamukon a legjobb 15 közé, de két iskolatársukkal együtt csapatban nyújtott kiemelkedő eredményükkel kerültek a díjazottak közé. A legeredményesebb felkészítő tanárokat is jutalmazták. Az országos döntő idén Kecskeméten lesz március 28-ától 30-áig. Bár még nehezen szedhetnénk több zsáknyi medvehagymát, azért már látni egy-egy terület a meccsekben, ahol előbukkant a tavasz egyik hírnökeként is nevezett növény, a medvehagyma. Magyarországon a meccsekben található a legnagyobb összefüggő medvehagyma terület. Nevét onnan kapta, hogy a medvék téli álmukat követően ezzel a levéllel indítják a tavaszt a mész helyett. A meccsekben pedig a vaddisznók is előszeretettel rákcsálják. Az Európa szerte ismert növényt a hagymás íze miatt kedvelik, de a jótékony hatása miatt is keresett. Szedését azonban törvény szabályozza, naponta 2 kilogrammot gyűjthetünk saját magunk részére. Ha valaki ennél többet szeretne, akkor az állami kézben lévő Mecsekerdő ZRT engedélyét kell kérnie. A zöld levelet egyébként csak a virágzásig lehet szedni, utána már fogyasztásra alkalmatlan. Sőt, könnyen összetéveszthető a májusban nyíló gyöngyvirággal és az őszi kikericssel, amelyeknek levelei mérgezőek. Puszták aranya, arcok és láthatatlanok, többek között ezeket a tárlatokat lehet megtekinteni idén a Janus Pannonius Múzeumban. Erről és a kiállítótér további programjairól sajtótájékoztatón számoltak be. Az eseményen Őri László alpolgármester kiemelte, fontos, hogy 21. századi múzeumpedagógiai eszközökkel hozzák közelebb a művészetet a fiatalabb korosztályhoz. Új érdekes kiállításokat láthatnak az érdeklődők az idei évben. Hangzott el azon a sajtótájékoztatón, melyen a Janus Pannonius Múzeum 2018-as programjait ismertették. A kiállítótér több épületében különböző témákban mutatnak be új tárlatokat a múzeum dolgozói. Csornai Boldizsár az egyik régészeti kiállítást emelte ki a programok közül. Ami a Szegedi Móra Ferenc Múzeumból fog idejönni, ez a Puszták aranya című kiállítás lesz, tematikájában pedig az avarkorhoz köthetően a Nagyszent Miklósi kincsnek a másolatát lehet majd itt megszemlélni, illetve mellé ki lesznek állítva eredeti más avartárgyak is, edények, hétköznapi tárgyak, de ékszerek is szép számmal lesznek majd láthatók. Az igazgató a nemrég újra kinyitott bányászati kiállítást is az idei év programjai közé sorolta. Mint arról korábban beszámoltunk, a felszíni tárlat érintőképenyős eszközökkel is gazdagodott. Ehhez kapcsolódóan Őri László azt mondta, az értékek megőrzése és közvetítése mellett folyamatosan fejleszteni kell a múzeumpedagógiai módszereket. Ezt a páratlanul egyedi leletanyagot, amely itt Pécsett a Janus Pannonius Múzeumban fellelhető, és amely nem csak a pécsi, de a magyar kulturális örökségnek is egy nagyon gazdag szeletét mutatja be, ezeket eljuttassuk a fiatalok számára is, megismertethessük a 20-25 évesekkel, vagy megismertethessük akár a fiatalabbakkal, az iskolás korosztállyal is, ehhez pedig szükségesek a 21. századi múzeumpedagógiai eszközök is. A Janus Pannonius Múzeumot egyébként több külföldi kiállítóhely is felkereste. Többek között hollandiai és belgiumi múzeumok is jelezték, hogy Vasarely és Zsornai műveket szeretnének kölcsönözni. Cserébe Pécsett lesznek láthatók olyan alkotások, melyek csak a külföldi múzeumok termeiben tekinthetők meg.
Menetjegy és bérlet nélkül utazott egy 59 éves nő. Március 12-én délelőtt egy helyi járatú autóbuszon Pécsett, majd amikor az ellenőrök kérték a menetjegyét, valótlan adatokat adott meg, és a pótdíjról szóló kötelezményt aláírta. Az ellenőröknek azonban gyanús volt, hogy a bediktált adatokat a nő nem tudta még egyszer ugyanúgy visszamondani, ezért hívták a rendőröket, akik előállították a nőt, és gyanúsítottként hallgatták ki. Elmondta, hogy az ellenőröknek kitalált adatokat diktált be, mert nem akart pótdíjat fizetni. Ellene a pécsi rendőrkapitányság közokirat hamisítás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomoz. A görögkatolikus egyház szerint is a legnagyobb keresztény ünnep a húsvét, de ők is sajátos módon tartják a nagybőjtöt, valamint a nagy heti szertartások is részben eltérnek a római katolikus rítustól. Bőjti időszakban a liturgikus terítőket és ruhákat is bordó színűre cserélik. Ez a szín ugyanis a keleti egyházakban a vértanúság, a bőjti időszak áldozatvállalásának és a Szentlélek tüzének szimbóluma. A görögkatolikus egyházban a nagy bőjt már két nappal korábban elkezdődik, mint a római katolikusoknál, azaz a hamvazó szerda előtti hétfőn. A bőjt a lelki felkészülés újjászületés időszaka, melyet a test aszkézise tesz teljessé, hogy így módon a hívek méltóan ünnepelhessék majd Jézus feltámadását. Azért is érdekes ez, mert egy egész hetet tudunk így kezdeni, és az Úrral történni már. A mi bőjti időszakunkban mondhatni, hogy a bőjtben nem annyira a mennyiségi korlátokra figyelünk oda, hanem hogy mit veszünk magunkhoz. Ugyanez a cselekedeteinkben is, hogyha eddig bűnökben bűnöket hajtottunk végre, odafigyelünk jobban arra, hogy ne tegyük. És odafigyelünk arra, hogy ha lehetséges, előrébb, közelebb kerüljünk az Istenhez. Azért érdekes ez, és azért fontos, mert az igazi boldogságunkat csak az Istennél találjuk meg. A keleti egyház előírása szerint nagybőjt első napja és nagypéntek szigorú bőjt, melyből csak ez a kettő ilyen van a görögkatolikus egyházi évben. Ez a húsos, zsíros, tojásos ételektől és a tejtermékektől való tartózkodást jelenti. Kivételt képez a hal fogyasztása. A szigorú bőjt megtartása 21 és 60 év között kötelező az egészségeseknek. A szigorú bőjt, különösen szigorú változata, csak kenyér és víz magukhoz vételét jelenti. Természetesen nagypénteken mi is elhelyezzük az Úr Jézus Krisztus testét jelképező leplet a Szent Sírban. Nem annyira a szomorúság, hanem inkább a bizakodás van jelen a szertartásainkban, hiszen tudjuk, tapasztaljuk, hogy Jézus Krisztus a halálból föltámad, megtöri halálával a halált. Legfőképp már ez az átvezetés, ami fontos a mi életünkben. Nem csak a szomorkodás, nem csak a fájdalom, hanem az Isten országának jelenléte, jelenvaló tapasztalata számít. Nagybőjt hétköznapjai a bizánci rítusú egyházakban a liturgikus napok. Ez azt jelenti, hogy ezeken a napokon szent liturgiát nem végeznek, mint hogy az eukarisztia ünneplésének öröme nem fér össze a bőjt bűnbánati jellegével. A görögkatolikus egyház azonban gondoskodik arról, hogy ne csak vasárnapokon lehessen részesülni a szentségvételében, ezért nagybőjt idején szerdán és pénteken az előre megszentelt áldozatok liturgiáját végzik, ami tulajdonképpen vecsernye, vagyis alkonyati istentisztelet, szent áldozással összekötve, mely alkalommal az előző vasárnap átváltoztatott szentséget osztják ki. Ezt jelzi az előszentelt kifejezés a szertartás elnevezésében. Bőjti időszakban a liturgikus terítőket és ruhákat is bordó színűre cserélik. Ez a szín ugyanis a keleti egyházakban a vértanúság, a bőjti időszak áldozatvállalásának és a Szentlélek tüzének szimbóluma. Hétvégén ismét visszatér a tél, vasárnaptól erős lehűlésre kell számítani, az időjárás sokkal inkább fog emlékeztetni a télre, mint sem a tavaszra. Szombaton egy mediterrán ciklonhoz sokfelé kiadós csapadékot, majd vasárnap hajnaltól a ciklon hátoldalán erőteljes északias áramlással hideg szibériai eredetű levegő zúdul a Kárpát-medencébe. Szombaton nagyjából még 5 és 10 fok között alakul a csúcshőmérséklet, vasárnapra viszont beköszönt a márciusi tél. Az ország jelentős részén egész nap fagyhat, de a melegebb déli tájakon is csak kevéssel melegedhet fagypont fölé a levegő. A többfelé erős szél ráadásul tovább rontja majd hőérzetünket.
A tavalyi sikeres rendezvény után idén is megrendezték Kozár-Michelinben azt a látványtánc versenyt, amelynek célja, hogy a versenyidőszak elején felmérjék tudásukat a sportolók. A rendező egyesületnek 11 aranyfokozatot és 4 külön díjat ítélt oda a zsűri. 270 fiatal vett részt a minősítő látványtánc versenyen Kozár-Michelinben. Az ország szinte minden tájáról érkeztek sportolók, hogy a szintfelmérő versenyen megmutassák tudásukat. A népes mezőnyben a 3 éves ovisoktól a 18 éves junior korosztályig sorakoztak fel a versenyzők. A lányok nagyon sok munkával és kitartással lelkesen készültek a megmérettetésre, ahol nagyon jól helytáltak. Néhányuknak a legelső versenye volt, és voltak, akik már rutinosan készültek a bajnokságra. Ez ilyen látványtánc, van benne őzugrás, hát mindenféle elemek vannak benne. Alíz és Boglárka nem csak csoportban, hanem páros kategóriában is színpadra lépett. Elsős korom óta csinálom, és igazából szerintem szép, hogyha így ezt a lányok táncolják. Látványos elemekkel gazdagított mozgásforma, mely a balett, a jazz, a hip-hop és egyéb modern táncműfajokat ötvöz. A koreográfiák akrobatikát, forgásokat, emeléseket tartalmaznak. A mai modern zenék valamelyikére ez a látványtánc. Több kategóriát lehet megkülönböztetni, ilyen a színpadi és művészi látványtánc, a pop, valamint az akrobatikus látványtánc. Többféle fajtában a látványtáncnak van gimnasztikus látványtánc, balett, nagyon sok kategóriában történik ez a látványtánc. Igazándiból az a lényege, hogy vannak benne bizonyos gimnasztikus elemek a szabályok alapján kötött elemek, és az edző felelőssége az, hogy utána milyen tánccal próbálja a legjobban kifejezni, mert tulajdonképpen ő neki valamit ki kell fejezni a szőnyegen, érzelmet, hogy ez a bírók számára is lejöjjön. A látványtánc kategóriában a koreográfiáknak történetet kell elmesélniük. Fontos a kategóriák táncos jellege, ezért felhasználható az összes táncstílus vagy tánctechnika egymagában vagy vegyítve. A látvány fokozása és a mondani való kibontakoztatása érdekében látványelemek, díszletek és kellékek használata is ajánlott, de tilos a nagy akrobatikai elemek használata. Az aranyszalag RGS-e növendékei 11 aranyfokozat minősítést és 4 külön díjat kaptak a látványtánc versenyen. Híradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. 15 millió forintból bővítenek, 200 új parkolóhelyet hoznak létre Kertvárosban. 1800 baranyai diák vett részt a Zrínyi Ilona matematika versenyen. Hosszabb a nagybőjt a görög katolikusoknál, különböznek a nagyheti szertartások a római katolikusoktól. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!